kell az államtanulítás éve. Azt szeretném, hogyha miután elmondom egy mondatot, azt mondjátok, hogy igen. Hogy igazad van. Ha? Próbáljunk. Na, szóval 2013 a Tilos Rádió újabb születése az államtanulítása éve. Igen! Igen. Igen, igen, igen. A Tilos Rádió sosem szolgált egyéni érdekeket, pártot, ideológiát vagy gazdasági célt, és nem függött semmitől, senkitől, csak saját hallgatóitól és tagjaitól. Igen! Igen. Pici zenét azért itt szeretném magam alatt a szolgált. Igen. Igen, 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 igen. Ezt a függetlenséget eddig beárnyékolta az állami pályázatokon elnyerhető támogatásságotoktól való részben függés. Mindez, igen! Igaza van. Igen. Igen, igen, igen. Nem jó kedvében tette ezt a Tilos Rádió, amit most elolvasom, a Tilos Rádió, igen, elcsesztem. A Tilos Rádió közülése azonban most úgy döntött, hogy a szervezet 2013-ban már nem pályázik állami támogatásért, és nem indul, várjál, további az állami által meghirdetett hasonló célú pályázatokon sem. Nem jó kedvében tette ezt. Igaza van? Igen. Igen. Ha csak nem két évtizedre, az mondjuk itt komoly, nem? 22 évig. Kérdezzük el. Sok. Igen, na, szóval. Ha csak nem két évtizedre létrejött média rendszerrel sok baj volt, de a közösségi rádiózás ügyének jó tett. Mondjuk igen. Igaza van? Igen. Igen. A frekvencia kiosztásra vonatkozó szabályok, a közösségi rádiózás onnálló médiaformánként, nagyon hosszú ez a mondat, való elismerése és az ehhez illesztett pályázati rendszert révén Európában is példaértékű közösségi rádiós kultúra alakulhat ki a hazánkban. Mint a Nobel-díjasok, mert mit tudom én? Szóval sok híres magyarra, hogy ezt tudjuk. Igen. Nagyon sok, igen. Ez a sok hibával működő, de összességében hasznos támogatási rendszer azonban mára megalázó, igazságtalan procedurába hatalmi kegyosztása silányult. Mondjuk ez eléggé rosszul van. Igen, ez ciki. Nem csak megszűnt a közösségi rádiózás önálló jogi forma, lenni, de az eddigi gyakorlat alapján látjuk, hogy a kategória újra értelmezésével csúfot is űztek a közösségi rádiókból, és rendkívül meg is nehezítették a valódi civil rádiózás. Ciki, igen, igaza van. Helyen. A Tilos Rádió ilyen támogatásból nem kér. Igen. Ez a döntés nyilvánvalóan megnézik a Tilos működésre, igen, értetek? De bízunk abban, hogy rádió, amely 22 éve folyamatosan tagjaink önkéntes munkajára és hallgatóink adományáraira alapulva működhetünk, ebből is megerősödve jön ki. Igen. Nagyon-nagyon lelkesek vagytok, köszönöm. Igen. Ehhez persze önkénteseink, hallgatóink, műsorkészítőink, tehát közösségünk még nagyobb hozzájárulására lesz szükségünk. Ez nyilvánvaló. Igen. Igen, igen. Igen. Igen, igen, igen. Na, szóval a kieső források pótolhatók a méltóságunk, a méltóságunk, mi magyarok. Igen, 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 igen. Szóval, és az önazonosságunk nem. Igen, mondjuk most itt értettem ezt a mondatot, de a büszkeségünk, méltóságunk az fontos, hogy maradjon.
új civil finanszírozási modell kell kialakítanom, amely mint a oly sok kezdeményezések korábban mintát adhat más civil szervezeteknek, közösségek számára. Igen. Úgy mutatok, hogy na, igen, és a következő az, hogy a Tilos Rádió 1991-ben, nagyon régen, augusztus 21-én szabadnak született és marad mindörökké. Ó, micsoda mondat? I have a dream! Igen, és az utolsó mondat, ez tényleg picit bedors, de tét. Figyeljetek, tudjuk, hogy ezért fizetnem kell a szabadságnak ára van, mondjuk, ugye? A szabadságnak ára ez, az éppen ezért arra kérünk mindenkit, hogy ajánljon fel életét, vérét, vagyonát és becsületet a Tilos Rádió támogatásra. Zene szörnyű! Igen! Köszönjük szépen Igor Lazinnak, hogy átlépve a nyelvi akadályokon, felolvasta a Tilos Rádió függetlenségi nyilatkozatát. Induljon a valódi államfelújítási ünnep, itt a torta, 180 szeletes torta. Gyertek közelebb és egyetek a Tilos Rádió történelméből. Égenek a gyertek, él a Tilos Rádió. Boldog 22. születésnapot, Tilos Rádió. És akkor kérem Csaba Gyertes, vágja fel azt a tortát. Emberek, valaki vágja fel azt a tortát, és tegye meg azt a galaxust, amelyen végleg elszakadunk az nagy Babilontól, és szabadságunkért, függetlenségünkért mindig kartolni fogunk. Dino, akkor már te! Boldog születésnapot, Tilos Rádió! Nagy tapsot, Tilos Rádió! Független, szabad, magyar rádiózás! Köszönjük mindenki, forradalom velünk hajnalig! Boldog szülinapot!